Sziasztok! Egy Kaufland hol videót hoztam nektek. Romániában voltunk, és így gondoltuk, hogy akkor visszafele hazajövetelben megejtünk egy vásárlást. Bementünk a Kauflandba, próbáltunk vásárolni alap dolgokat, kíváncsiságból, hogy mennyit fogunk fizetni. De azt, hogy megérte vagy sem, azt döntsétek el ti, és a komment szekcióban írjátok-e meg, hogy megérte-e. Ez lenne a vásárlás, ami, hoppá, bocsánat, 33 ezer forintba került. 33 ezer forint, igen, jó halljátok. És semmi főznivaló nincsen benne, úgyhogy szerintem kicsit túl vannak árazva a dolgok ott is. Van egy-két dolog, amit majd megmutatok nektek, ami megérte, hogy ott vagyunk, de a többi egy és ugyanaz, vagy ugyanabban az árban van, amennyiért itt lehet megvenni, úgyhogy szerintem, ha az üzemanyagot is számolod, meg a váltás, vagy hogyha kártyával fizetel, ugye akkor a váltási költséget, akkor szerintem egyáltalán semmit nem ér meg, hogy átmenjél, mert 3000 forint az úti költség, jövet, menet, annyit spórolsz kb. Meg, ha megspórolsz, ha olyan termékeket veszel, de ha nem, akkor szerintem legalábbis nem, de ezt ti is írjátok meg. Közelebb hozlak titeket, és akkor szeretném kezdeni, haladunk így a hátsó sorral, és majd így egyformán. Van itt nekünk a legvégében 3 darab tej, 3,5%-os tej, és ez 5 lej valamennyi volt, 400 valahány forint körül, szerintem ez megérte. Golden Brown sör 5 plusz 1, kedvenc üdítőitalunk, ami 2 literes szokott lenni, és 2 literes általában mindig, és van egy almás, egy baraszkos, egy narancsos, és ugyanilyen 400 forintba jön ki a 2 liter, de viszont az íze az nagyon-nagyon-nagyon finom, nincs ilyen műillata, vagy műíze, nem az a festékes, úgyhogy szerintem megéri. Vettem magamnak egy Chalán sampont. Nagyon szerettem volna Chalán sampont kipróbálni, de nem ezeket a gagyi 200 forintosokat, mert szerintem az nem jók semmire. És most láttam eztet. Minden hajtípusra, korpás elleni sampon. Nagyon-nagyon jó az illata, úgyhogy vettem egy ilyet fél literesbe. És mellé úgy képzeljétek el, hogy 950 forint volt a fél literes kalos balzsam, és 1500-ért meg tudtam venni a literest, úgyhogy én a literes hajbalzsamot vettem meg, ez egy nagyon-nagyon jó hosszú ideig elég lesz, úgyhogy azt mondtam, hogy oké, ez jön velünk haza. Ugyanitt hátul van 2 darab csorbába való zöldség, ebbe van répa, paprika, többfajta paprika, hagyma, mindenféle zöldség. Ezeket szoktam a csorba levesbe beletenni, és ebből a nagyból vettem 2 üveggel. Erébb ismét hozlak titeket. Itt a szélén van nekünk egy nagy zacskó, 2,39 dekás banán, és ez a majdnem 2,5 kg, 2396 volt, 16 lej 75 bani, 1200-1300 forint körül. Van 2 kg narancsunk, és ugyanígy 2 kg almánk itten a szélében. Ha így haladunk, így sorrendben a másik sorra, vagy így jöhetünk így lefele is, de szerintem így saradjaladjunk. Van egy csípős ketchupunk, egy nagy literes, egy mustárunk, sima étkezési mustár,
mert ugye oda át van a csípős, a mézes, a még az tormás, több fajta, úgyhogy ez a sima étkezési, és van egy édes ketchupunk is, van 3 darab zakuszkánk, 2 csípős, ez a 2 csípős, és ez a sima. Mind a 2 vinettával, azaz patlizsánnal van. 2 doboz champignongomba, 2 darab kukorica, kettő darab disznó májkrém a Bucsecs termékcsaládtól, és ugyanúgy 2 disznó a Szadó terméktől. Édesség Eriknek 6 ilyen magura. Ez ilyen kakós piskóta, csokival bevonva vanília krémmel. Egy ilyen csomagot vettem neki 800 forintért, és van benne 6 piskóta. Van még itt nekünk egy pilóta kekszünk barackos ízben. Lacikának vettem egy, jövök erről, mert könnyebben mutatom. Lacikának vettem egy ilyen doboz almás pürét. Ebben a dobozban 4 ilyen kis almapüré található, és ilyen 500 forint alatt, még a 450-et se értük el vele, úgyhogy azt mondtam, hogy ezt muszáj megkóstoljuk, hát ha ízlik-e neki. Eriknek is vettem úgy szintén egy ilyen 400 forint körül üdítőt, és van benne 5 darab, és multivitaminos, van benne szöllő, narancs, greff, mindenféle finomság, egy ilyet kapott Erik is. A férjem választott magának 2 csomag napraforgó magot, sósat, állítólag azt mondja, hogy pörkölt és sós, hát én sehol nem látom a só darabot ezen a kis magocskán, és ebből vett magának 2 darabot, 2 csomaggal. Vettem ilyen nagy sajtot, 4 darab sajt van benne, ilyen kerek, akkora, mekkora a konzerv, 4 darab, egy darab 250 grammos görög sajt, és úgy képzeljétek el, hogy ez a nagy kilós kiszerelés volt 39 lej. Ha 40 lejjel is számoljuk, akkor is 26, 3200-3300 plusz-minusszal. Szerintem az megérte, mert nagyon szeretjük a hasonló sajtokat, és imádjuk. De ha a sajt, akkor meglátjátok, hogy még vettünk sajtot. Van itt még egy telemedő váka. Ez isteni finom. A múltkor is ilyet vettem. Csak a kicsi kiszerelésben a 100-125 grammosat nem tudom, az nem volt csak 10 lej, ez meg 16 lej volt, így 350 grammért vettem, azaz 1500-1400 forintért, és ugyanúgy 900 forintért vettem még itt is egy nagyon-nagyon-nagyon jó sós tehintúrót, de ez a vaj puha, hogy majdnem kenyérre lehet kenni, ez kimérős volt. Ahogy így haladunk, volt lakcióza holsz cukorka, erdei gyümölcsös mentolos ízben, ebből vettem 3 darabot, 120-130 forint volt a darabja. Erik választott magának egy csokis és egy vanília desszertet, és a férjem is választott magának egy ilyen vaníliás pudingos, tejszínhabos desszertet. Van itt egy fél kiló sherry paradicsomnak árulja, de szerintem semmi köze nincs a sherryhez, mert ezek ilyen tojás nagyságú kis paradicsomok, és a fél kiló 500 forint volt, 400, valami ilyesmi,
sonka szalámi, mi ezt nagyon szeretjük. Szalámkus sonka, nagyon jó puha, nem az a száraz, ebből vettünk kettőt, egyet a férjem visz magával, és egy marad itthon nekünk. Ha itt tovább haladunk, van itt egy, tudjátok, egy zacskós rizs, 400 g-os zacskó rizs, 15 perc alatt van kész, azaz 400 g. Van egy táskába való aloe vera, nem zöld tejás, 15 darabos kis törlőkendő. Lacikának van még itt kettő csomag törlőkendő, 72 darabos, és 3 lej 33 vali volt darabja. Egy lej 36-tal kell számolni, szóval azt tudjátok csinálni, hogy beírjátok a 3 lej 36-ot, és ezt megszorozzuk, durván 80, majdnem 90-92 forinttal már, mert felment a forintára, úgyhogy emiatt is mondom, hogy becsapós az egész, úgyhogy nem a legjobb odát vásárolni, de oké. Egyet megér, de majd ti is megmondjátok, hogy szerintetek megérte vagy sem. Kettő pupsi törlő, magamnak vettem egy 120 darabos aloe verás sminkemosó korongot. Eriknek ugyanúgy nassolni egy ilyen kis kókuszos prémium ostyaszeleteket, így két sorba van benne. Ami nagyon jó árban volt, az a halkonzerv, az olajos is, és a paradicsomos is. Ez volna a Kaufland saját márkás, az olajos, és ő volna a paradicsomos. Vettem teját, ráadásul három félét, egy herbál teját, egy mentát, egy sima mentát és egy sima kamillát. És amint mondom, ez a kis asztalka pontosan 33 ezer forintba került. Úgyhogy innivaló, gyümölcs, csorbának alap, egy kis májkrém, egy kis konzerv, teják, nasolnivaló, két rút szalámi, ami szerintem nagyon jó, amit elfelejtettem mondani, hogy ilyen 17 lejbe vettem 1500 forintba a rúdját, de általában ezt ilyen hármas csomagba képzeljétek el, így összeragasztva három darabot, és a három darab szokott lenni 2500 forint, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó áll, mert nagyon finom. Most nem volt ez a hármas akció, egy darabra vettük. Úgyhogy szerintetek sokat fizettem érte, megérte, érdemes-e még menni, szeretnétek én még onnan hol videót látni, vagy ha nem, akkor írjátok meg, hogy következő alkalommal hova menjek vásárolni, és szabjunk meg egy 30 ezeres, ugyanígy ilyen 30-33 ezeres keretet, és akkor elmegyek nektek legközelebb, mit tudom én, Lidlbe, Spárba, Pennybe, Privátba, akárhova, amit persze nálunk lehet kapni, és ugyanilyen árért fogok nektek vásárolni, hogy össze tudjuk hasonlítani ezt a 33 ezer forintot, ami egy asztalra rátért, hogy itten különböző üzletekben 33 ezer forintért mit tudok venni. Azt ki szeretném szabni, hogy megpróbálok mindig ugyanúgy gyümölcs, konzerv, tejcsi, üdítőt vásárolni. Üdítő ritkán, mert mind nem fogyasztunk. Bocsánat, amit elfelejtettem mondani, hogy ebből a sörből kettő ilyen 6 darabos pak volt, csak a tegnap, miután visszaérkeztünk Romániából, vendégeink voltak este, így elfogyott az egyik pak. Ez lenne, amit vásároltunk, kommentben várom a véleményeteket, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, találkozunk egy következő videóban, addig is pusz, és vigyázzatok, sziasztok!